Spányi Antal megyéspüspök a Szent István király székesegyházban celebrálta a Szent Háromnap ünnepi liturgiáját, megemlékezve Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszt haláláról és feltámadásáról. Nagy csütörtökön este az utolsó vacsora emlékére bemutatott ünnepi szentmisében a főpásztor azt hangsúlyozta: az eukarisztiában Jézus valóságosan velünk maradt, lelkünk táplálékává vált. Az oltári szentség azonban nincs papok nélkül, akik Jézus nagy csütörtöki kegyelmi ajándékai nyomán a helyes Isten és ember szeretetet közvetítik felénk. Az egyház fő parancsa, a szeretetnek a parancsa, amely nem csak az Isten szeretetét írja elénk, hanem elénk írja egymás szeretetét is. És itt ebben a szeretet parancsban világos, ami a másik két ajándékban is egyértelműen benne van, hogy ezek nem a természet rendjében való ajándékok, nem azt kell szeretni, aki szimpatikus, aki kedves, aki majd segít engem valamit elintézni, hanem természet fölötti szeretet ez. Szeretet, amelyben elsősorban Isten felé kell segíteni a másikat. Szeretet, amelyben az Istenhez vezető utat kell mutatni. Szeretet, amely a lelket emeli elsősorban, és segít a testet, hogy a testben tudjuk a lelket szolgálni, tudjunk úgy élni, hogy az Isten országába vezető élet legyen. A szent beszédet követően a megyéspüspök megmosta a fehérvári plébániákról kiválasztott 12 férfi lábát, ahogy Jézus tette ezt az utolsó vacsorán. Az oltári szentséget a mellékoltárhoz vitték, az oltárfosztás szertartásával zárult a szent mise. Hagyományosan közös keresztúttal emlékeztek Székesfehérvár hívei és papjai Krisztus kereszt halálára nagypéntek délután a palotavárosi kálváriánál. Spányi Antal megyéspüspök vezetésével az idei keresztút járáson a családi élet mindennapjai álltak a stációknál az elmélkedések középpontjában. 9. állomás. Jézus harmadszor esik el a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent keresztet által megáltott el a világot. A legsúlyosabb elesés állomása ez. A másokat is magával rántó zuhanás veszélye, és a legmélyebb pontról való felkelés titka is. A nagypénteki igeliturgián és szertartáson a csöndes bevonulás után a főpásztor és a papság arcra borult az oltár előtt. A szertartás ünnepélyesség nélkül a legnagyobb egyszerűségben zajlott. Az olvasmányok felolvasása után elénekelték a passiót. Spányi Antal püspök az esti szertartáson arról elmélkedett, ha Jézus kereszt áldozata megváltott minket, el kell fogadnunk keresztjeinket, és új, megtisztult életet kell kezdenünk. Amikor Krisztus kereszt halálát szemléljük, nagy pénteken végig kell gondolnunk, vajon készek vagyunk-e arra, hogy a bűn ellen igazán harcoljunk, és ne másokat okoljunk, hanem magunk gyengeségét ismerjük föl. Ismerjük föl keresztjeinket, és azokat magunkhoz ölelve hordozzuk, mert csak akkor lesznek könnyebbek, ha magunkhoz szorítjuk őket, és kezdjük az új életet. A Krisztus halála által megváltott életet. Adja az Úr, hogy ne csak földi szívünk érzelmeivel tekintsünk a keresztre, Krisztus szenvedésére, hanem pontosan próbáljuk megérteni, amennyire erre képesek vagyunk, hogy ez mit jelent nekünk, és hogy ez mit vár el tőlünk. Amen.
A szertartásban elhangzottak az egész világért mondott egyetemes könyörgések, amelyet a kereszt hódolat követett. Nagy szombaton a húsvét ünnepének előesti miséje tűzszenteléssel kezdődött. A főpásztora megszentelt tűzről meggyújtotta a húsvéti gyertyát, amelyet bevittek a templom hajóba, miközben az ének hirdette Krisztus világossága. Az ige liturgia ószövetségi olvasmányait követően a húsvéti örömének az exultet hangzott el. Kigyúltak a fények, megszólalt ismét az orgona és a csengők. Az olvasmányokat az Úr feltámadásának evangéliuma követte. A Szent Mise végén a hagyományos feltámadási körmenettel járták végig a papság és a hívek a belvárost, hirdetve a feltámadott Krisztusba vetett hit örömét. Püspöki nagyheti és húsvéti szertartások a húsvét vasárnapi ünnepi szentmisével zárultak. A főpásztor beszédében kiemelte, húsvét öröme nem csak egy ünnepnapé, hanem egész életünk öröme. Vannak keresztek az életünkben, de nem a szenvedésé az utolsó szó. Nem kell félnünk, mert Isten gondoskodott rólunk. Ha mi magunkba Krisztus föltámadásának titkát kezdjük el hordozni, ma talán csak parányira, holnap talán már egy picit erősebben, akkor ezt a világot meg tudjuk ajándékozni azzal az örömmel, amely Péteré és Pálé volt, 2000 év óta az egyházi, és amely ma föl van kínálva nekünk. Éljünk ebben az örömben mindannyian. Kedves testvérek, szívből kívánom, hogy a föltámadt Krisztus öröme, az általa nyújtott remény tegye gazdaggá és szépi az életünket, azt a gazdagságot és szépséget, amelyet a föltámadtól kapunk, ragyogjuk bele ebbe a világba, legyen ez a mi reményünk, és legyen ez a világ biztos reménye is, mert aki Krisztusban bízik, az nem csalódik.